Hali papi, mami, eljött a nagy pillanat, végre a várva várt pillanat, ugye nekem, mert nagyon-nagyon régóta ki akartam próbálni a Alpha Care-től a mentát, a tiszta mentát, és hát nagyon sokáig keresgéltem, de nem találtam egyszerűen, és ez egy Alpha Care íz még talán a régiek közül, amit én nem próbáltam. Illetve hogy az új csomagolás révén, illetve az új dizájn után mennyire lett másabb, mint a régen. Az a lényeg, hogy végre itt van a kezemben. Az Alpha Care mentája. Nagyon szép a dizájn, egyébként ez a szokásos Alpha Care minőség. Rögtön láthatjuk, hogy ugye szintén 50 grammos. Ára az 2190 forint, ugyan még mindig rohadt drága. 0,5-ös nikotin tartalommal rendelkezik. Bontsuk is ki, és akkor nézzük meg, hogy milyen az illata először is, illetve hogy aprítottságát tekintve is például milyen. Belül is kis zöld tasakot találunk, ugye ezt is az Alpha Care-től már megszokhattuk. Ez a kiszáradás ellen van már. Nézzünk akkor egy illattesztet. Illatát tekintve nagyon-nagyon kellemesen hozza ezt a igazi, valódi mentalevelet, ha valaki már összedörzsölte a kezével és megszagolta. Ez tökéletesen ahhoz hasonlít, tehát nem rágó ízű, meg nem mentolos, hanem az igazi menta. Egy nagyon picit ennél erőteljesebb illatra számítottam, megmondom őszintén. Bár így is nagyon jó, de aztán picit jobban bum, bele üt az óromba és kitisztul egyből, de lehet, hogy ez egyáltalán nem probléma. Precízen felvágjuk. Fólián maradt részt is vissza. Szedjük és szintén berakjuk. És így nagyon szépen egyébként meg lehet tisztítani a papírt, tehát nem vészkálba semmi ilyen mennyiségű dohány. Nézzük, hogyha kicsit megbolygatom, akkor mi lesz? Még egyszer az illat az továbbra is ugyanaz. Aprítottságát tekintve szerintem pont jó. Se nem túl apró, de hát inkább azért nagyobb aprítottságúnak mondanám, mert ennél láttunk már sokkal-sokkal apróbbat, de szerintem ez teljesen tökéletesen megfelel. Egy házi készítésű mini fanál kerámiába fogunk tömni. Mi azért is jó, mert a menta az egy nagyon-nagyon erős dohány, és úgy gondolom, hogy bőven hozni fogja ez a mini fanál is nekünk egy 50 percen át azt az ízt, illetve én ezt várom tőle. De majd úgyis meglátjuk a gyakorlatban. Ez egy házi készítésű agyag mini fanál kerámia, tehát tényleg nagyon picike, és az űrtartalma sem túl sok, de most ebbe fogunk tömni. Nézzük is meg, egy picit még így azért összedolgozom. Ugye melasz úgy teljesen eloszlik így a dohányon. És akkor hát tényleg ez nagyon minimális lesz ez a tömés, illetve hát gyűrűzni kell mindenképpen, mert megég különben ebben a mini fanálba, ami egyébként az összes nem házi mini fanálnél is jellemző. Végülis egész sok belemegy, pont egy tömés. Nézd, csalókák ezek a kerámiákán. És ugye itt hát nincs neki meg az az űrtartalma, ami kell. Ezért fogunk gyűrűt alkalmazni, semmiképp ne égjen meg. Ezt szépen visszacsomagoljuk. Fóliázunk, ezt szépen már ugye körbevágtam. Jól megfeszítjük. Nagyon jó lehet az ilyen mini funneleket egyébként fóliázni, nagyon egyszerű. Tök könnyű megfeszíteni őket. Van egy kis pereme is, azt is lehajtom. Közepét ugye nem lukasztjuk, és akkor jöhet rá a gyűrű, épp hogy elfér rajta. Igazából nem erre van tervezve. Túlzás is ez a fólia mennyiség.
lehetett volna ugye még kisebb. És akkor ezt nem nyugodtan lehet így lukasztani. Nem fog megégni a dohány. Még egyszer ráfeszítek, hogy tuti legyen. Jó, mindenhol a helyén van. Készen is vagyunk. Nézzük, milyen az íze. Nem tehetek mást, egyszerűen úgy döntöttem, hogy ez mindenféleképpen egy koktélt is el fogok készíteni. Egy narancsleves, frissen pacsart, valódi narancslét felöntök egy kis vízzel. Lesz benne nagyon finom citromfű, amit itthon nevelgetek. Úgyhogy gyakorlatilag ennyiből fog állni a koktél, tehát nem egy bonyolult dolog. Ketté is vágjuk a narancsot. Kifacsarjuk. Rostokat is, azt mondtam, az nagyon jó. Kis koktél, és akkor ehhez mentát szívni. Hát ez már kánoálni lesz, gyerekek. Nincs más dolgunk, mint ezeket a citromfű leveleket is beletesszük, és egy picit lenyomkodjuk az aljára. És most felöntjük vízzel. Egy nagyon picit átkavarom. Isteni, nagyon finom illata van a citromfű is, ahogy így feloldódik benne. Minden ugye friss benne, a gyümölcs is. És most már ez nincs más dolgunk, mint csak egy igazi mentás pipát elszívni. Hát szerintem nagyon jó dolgom van. Egészségetekre! A szokásos szetten kívül, ugye, de azért gyorsan elmondom, egy Nargilem Eco 620-as vízipipából szívom a Menta Alphacare-t, 5 darab kókuszszín van rajta, hősapka, és egy, hát most ezzel a különleges szír mosható és hűthető vízipipa csővel szívom, mivel úgy gondoltam, hogy ez még jegesebb feelinget fog adni neki. Oltári nagy egyébként, ez nagyon feelinges, ez a pipa, nagyon könnyű tartani az alját, és rögtön itt van így a fádnál. Baromi hamar beindult a pipa, ez körülbelül egy ilyen, nem tudom, 2 percese, hogy ráraktam. De ez a fanaleknél azért ez gyakori, viszont nagyon könnyen meg is ég, ezért le is veszem rögtön aztán, vagy a hősapkát róla. És itt van mellé a koktélom, amiből kortyolok is. Nagyon illik hozzá. Na de nézzük a dohányt, mit tudok róla elmondani azon kívül, hogy iszonyatosan gyorsan beindult. De finoman kihozza ez a kis narancsos, jeges koktélunk. Ilyet talán még nem is éreztem így mentánál. Igazán olyan, mintha így ráharapnék egy ilyen darab mentalevélre, és ez az íz így végigmegy a nyelveden, a szájpadlásodon, baromi kellemes. Igazi menta íz, nem azt mondom, hogy mentolos, illetve, hogy ilyen hűs, meg erős, mint mondjuk a serbetlinek, vagy ugye a mizónak annak kifejezetten ilyen erős, ilyen furcsa menta íze van. Ennek nagyon-nagyon eredeti menta levél íze van. Mindenekelőtt az biztos, hogy ezt keverésre, tehát ilyen dohány keverésre ezt nagyon durván jól lehet majd használni. Hát igaz, lassan azért a nyár végére érkezünk, de ez is mire így egy ilyen igazi nyári pipa ezzel az ízzel. Azért, ha még van jó időnk, azért ezt mindenképpen, ha tehetitek, akkor próbáljátok ki, mert nagyon nagy feelingje van, nagyon finoman, lágyan adja vissza ezt a menta ízt, és nem az a operál, hogy így nagyon erős, ilyen mentolos íz van a szádban, hanem ez valóban menta. Én mondjuk szeretem azt, hogy egy kicsit ilyen hűs, ilyen mentolos egy picit ez a menta. Tehát ennél azért ez gyengébb egy fokozattal ez a fajta ilyen hűsítő érzés. Viszont mivel jól leütöttem a pipát, illetve tele van jéggel, és a koktél mellé, ez viszont zseniális. Nagyon kellemes.
elég tömény a gőz. Hát az Alpha Care minőség az itt megint megmutatkozott, az most már biztos, nem csalódtam benne. Egy nagyon pici árnyalattal én hűsítőbb érzést vártam volna, tehát azt mondom, hogy egy picit lehetne mentolosabb ez a menta, nem is tudom, hogy mondjam, de talán értitek. Viszont így koktélhoz meg keverve, ez viszont zseniális lesz, illetve hát önmagában is ez nagyon elszívható, hogyha mondjuk dinnyét szeletelnénk hozzá, mondjuk én a sárga dinnyét ajánlanám ehhez, a citromlevet is nyugodtan lehet inni hozzá, ugye ez most narancslé, citromfűvel, mindenképp ajánlom ezt is, hogy próbáljátok ki. Én nem csalódtam ebben a mentában egyáltalán, és hát ez még biztos, hogy a palettára kerül. Nem is fokoznám ezt tovább, hiszen most akkor elszívom ezt a pipát itt. Viki is szerintem segíteni fog nekem mindjárt, illetve ezt a koktélt is elfogyasztom hozzá, és nektek is jó pipázást, füstölgetést, gőzölgetést, kinek mi tetszik jobban. És hát ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot esetleg, ha tetszik a videó. És jönnek a további tesztek is, hiszen ma vásároltam dohányárut, két fajtát is, egy különleges mixet, amit egyelőre nem árulok el, hogy mi, baromi kíváncsi vagyok, mert még sosem próbáltam azt se, illetve az Alpha Care-től jön egy újdonság, amit szintén nem láttam, ez annyit elárulok, hogy ez egy ilyen citrusos gyümölcsmix lesz. Na, hali papi, mami!